Köszöntöm kedves nézőinket Staféta című magazin műsorunkkal. Igazi fesztivál hangulatban telt az idei kalocsai retro majális. Az érsekkertben számtalan programból, koncertből és látnivalóból csemegészhettek az érdeklődők. Az idei évben is a táncosok, mazsorettek és fúvosok felvonulásával kezdődtek meg a majális programjai. A menet az országzászló emlékműtől indult, majd megérkezett a város május fájához. A feldíszített fát aztán körbe is táncolták jó szokás szerint a néptáncosok, a közönség leglelkesebb tagjaival közösen. Ezt követően az események több helyszínen zajlottak. A szabadtéri színpadot a kalocsai fúvószenekar tagjai és a solti mazsorettek vették birtokba. A platán melletti egészségsátorban az érdeklődők különböző szűrővizsgálatok, tanácsadások és bemutatók részesei lehettek az egészségfejlesztési iroda, a Kossuth Zsuzsanna szakközépiskola és Nagy Lilla közreműködésével. A sétány mellett pedig több pavilonban is igazi retrocsodákat láthattak a látogatók, találkozhattak régi plakátokkal, több évtizedes eszközökkel és az egykori május 1-i felvonulások emlékét őrző táblákkal is. A nap folyamán a gerilla kertészek közreműködésével csónakázni is lehetett a Vajason, illetve a Magyar Veterán Motorok Baráti Körének szervezésében még a motorozást is kipróbálhatták az érdeklődők. A sportcsátorban egymást váltották a zenés, interaktív sportbemutatók, és a Vidám Parkban is találhatott mindenki kedvére való elfoglaltságot. A Kalocsa Kulturális Központ által kínált programok mellett a helyi civil és politikai szervezetek kínálta lehetőségekből is válogathattak azok, akik kilátogattak az érsekkertbe. És annak ellenére, hogy a munkaünnepének jelentése napjainkra megváltozott, még ma is sok emléket idéz fel az ünneplőkben. Teljesen más volt, mondhatnánk azt, egy kényszer május 1-ére emlékszem. Annyiban jó volt, hogy iskolaszüneti nap volt. Tehát ez volt az egyetlen egy jó dolog, amire határozottan emlékszem. Hát utána a szokásos séta, ugye én Soltvadkertei vagyok, általános iskolának egy meghatározott útvonalán az iskolásokkal körbe kellett mennünk egy 6-8 utca területen. A szüleim ezt nem nézték jó szemmel, mi annak a rendszernek elég komoly üldözöttei voltunk.
és ők sokkal jobban szerették volna, hogyha akkor is inkább otthon, a ház körül, vagy egyéb munkát végzünk, mert ők azért nem nagyon ünnepelték ezt a május 1-jét. Mi nekünk meg el kellett menni ünnepelni, jobb szerették volna, ha otthon vagyunk és a gazdaságba segítünk. Persze utána akkor is meghallgattuk a szokásos szlogeneket, úttörőként meg különösen a transzparenseket és a nagy kommunista vezetők és állami vezetők képeit hordtuk körbe, de utána valóban egy majálisos, fesztiválozós rész is lett, ami akkori módszerek szerint egy kis evés, ivás, egy kis akadályfutás, és nem tudom mivel végződött. Én a kényszert éreztem akkor ebben, és nem is fogtam föl, hogy ennek mi volt az eredeti történelmi jelentősége, hogy hogy indult ez el USA-ból, és miért május 1-je a munkások, munkavállalóknak az ünnepe. Mi akkor teljesen másképp láttuk ezt a világot. Persze aztán, ahogy cseperedtem fölfelé, egyre inkább maradtam le ezekről az ünnepségekről. Már a gimnáziumban ott már nagyon elkerültem. Volt is okom ezt mondani, hogy nem tudok részt venni, mert mi bejárósok voltunk, így hívtunk, Kiskunhalason végeztem a gimnáziumba, Sziládiba, és hát a vidékieket nem annyira kérték számon, hogy arra az egy napra azért menjünk be, és mi is vonuljunk föl. Ezt megtették ott a helybeniek, meg a gimnázium vezetőik. Aztán egyetem alatt pedig már nevettünk rajta, kifiguráztuk, ez 81 és 85 között volt, csak hogy időben itt a nézők is esetleg velem együtt éljék át ezeket az időszakokat, és ott már komoly, nagyon súlyos politikai vitákat, belső szobavitákat, kollégiumi vitákat tartottunk egyáltalán arról, hogy tulajdonképpen mi volt az eredeti ünneplés célja, a kétkezi munkásoknak egy tiszteletadás, ami eredendően megtörtént, ugye a május 1-i napjának megnevezésével, és ezt hogyan fordította ki a kommunista-szocialista rendszer, és a maguk a proletáriátus ünneplésére hogyan használta ezt, és ezt mi mennyire nem szerettük, hogy ezt velünk akarják elfogadtatni, hogy mi is ezt ünnepeljük. Egyetemisokunkban ennek már kőkeményen ellenálltunk, és inkább a kifigurázását tettük meg ennek az ünneplésnek. Apróbb-cseprőbb következményeivel természetesen, ahogy hát abban az időben ez volt. Ma, 2019-ben mi a létjogosultsága május 1-jének? Hát talán amit említettem, hogy most is a kétkezi munkásember előtt egy tisztelgés. Hogy nincs mese, alkotni csak mi emberek tudunk, és leginkább amikor ezekkel a munkai alkalmakkal, munkavállalói alkalmakkal odállunk, és megcsináljuk azt, amit megteszünk. Én közgazdász diplomámmal, második diplomám szerint, és nagyon sokat foglalkoztam elméleti közgazdaságtan azon részével, hogy az értékteremtés az micsoda, hogy vajon a szolgáltatás lehetséges-e, hogy csak szolgáltatással éljen egy állam. De akkor visszább kellett jönnöm, hogy az létezhetetlen, ez egy elméleti kérdés is, nem is akarok nagyon melemenni, de a vége mégiscsak az, hogyha nem lesz, aki megtermeli a matériát, szóval azt az anyagot, ami önnek egy mikrofon, másnak egy szemüveg, vagy nem tudom micsoda, szóval nincs mese, az végül való munkáskédnek kell lenni. Persze utána ezt majd nagy promócióval eladják, meg mindenféle rendezvény szerveznek közé, és ez már szolgáltatásnak számít, de az alap mégiscsak az a matéria, amit valamelyik gyárban valakinek, kétkezű embernek, ha gép segítségével, hanem vezérlésével, vagy esztergálásával, de meg kellett csinálni. Nincs mese, az ember közvetlen alkotó képessége nélkül nem fog működni a világunk, bármilyen robotizációról beszélünk meg egyebekről. Nos, elsősorban én ilyenkor őrájuk gondolok, akik még ma is ezzel a kétkezi munkával alkalmazottként keresik a kenyerüket, és alkotnak, kiki a maga környezetében teszi a dolgát. Napjainkban már egészen más üzenete van ennek a napnak, hiszen május 1-je egy olyan szabad nappá vált az elmúlt évek alatt, ami a pihenésről, kikapcsolódásról és a családdal, barátokkal együtt töltött időről szól. És ezért szerveztünk egy ilyen kis programot, mögöttünk lévő sátorban igyekeztünk minden korosztály, mind a gyerekeknek, fiatalabbaknak, idősebbeknek is a kedvére lelni, itallal, sörrel, sörvízli, klasszikus menü, és üdítővel várjuk, és különböző programokkal, szórakoztató és játékprogramokkal az érdeklődőket. Mit vesztek észre, így most már, hogy dél körül, délt elhagytuk,
Kalocsaiak jönnek csak, vagy mondjuk a környező településekről is meglátogatnak titeket? Én a kalocsai arcokat érzékelem főként. Nagyon-nagyon sokan, hála Istennek. Nyilván hirdettük is a programunkat, nagyon sokan elfogadták a meghívást, nagyon sokan jönnek, ismerősök, barátok. Én azt gondolom, hogy itt nálunk itt kalocsaiak, mind kalocsaiak vannak. Egy-két vidéki barát is belátogatott, akivel nyilván személyes a kapcsolat. Bolvári Ferdinánd számára leginkább a május 1-jéhez köthető hagyományok és szokások voltak a meghatározóak fiatal korában, melyekre még most is szívesen emlékszik vissza. Én homokmégyi híjei vagyok, és a homokmégyi futballpályán töltöttem általában május 1-jét, mert ott a faluban ott szerveztek. Ami legelőször eszembe jut, az az, itt van május 1-je, énekszó és táncköszöntse, kezdetű dal, sör, virsli, ugye gyerekeknek sör nem, de a virsli mustárral az mindig benne volt, és hát a földíszített májusfák, gyerekkoromban jártam májusfát kötni, és másnap néztük azt, hogy melyikünké, ki, melyik lánynál van a legszebb májusfa. Mindig volt eső, tehát a május 1-je az mindig ilyen volt gyerekkoromban is, mint ahogy ma kezdődött. Ugye nagyon szép, kellemes emlékeim vannak, és én nagyon szeretem ezt az ünnepet. Úgyhogy a mai napon kivonultunk ide, és nagyon sok emberrel találkozunk, beszélgetünk. Mit gondolsz, miért van létjogosultsága egy ilyen ünnepnek, aminek az ideológiai hátterét ugye ismerik az emberek, hogy még most is van május 1-je? Én azt gondolom, hogy ez az első, a tavasz során, vagyis a tél meg a koratavasz után az első olyan szabadtéri rendezvény, ami úgy megnyitja ugye a nyári rendezvények sorát. Tehát ez egy olyan első. Mindenki szeret kijönni, kimozdulni és találkozni emberekkel, de én azt gondolom, a lényeg az, hogy a szabad téren az első nagy ünnep. Az idei május 1-én tehát valóban nagyon sokféle műsorból, koncertből válogathattak az érdeklődők. A nap zárásaként a Retroleum és a Pedrofon zenekarok koncertjét élvezhette a közönség a különböző modern és néptánc bemutatók után. Nemrég vehette át díját Budapesten dr. Körmendi Szabolcs, kalocsai tüdőgyógyász. A Szentgyörgyi Albert orvosi díj büszke tulajdonosa lett, közönségszavazáson győzedelmeskedett. A kalocsai orvos hangsúlyozta, a díj nem csak számára, de a kalocsai kórháznak is nagy jelentőséggel bír. Az elismeréssel járó pénzjutalmat a doktor jótékony célokra fordítja. Üvegplakett, bekeretezett oklevél és egy könyv, melyet Szentgyörgyi Albert özvegye saját kezével szignózott. Ezeket vehette át Körmendi doktor, ugyanis a Szentgyörgyi Albert orvosi díjközönség szavazásán a délkelet-magyarországi kategóriában ő kapta a legtöbb szavazatot. Ez egy egészen friss díj, ezt a tavalyi évben adták ki először. Ez a Goodwill Pharma nevű magyar gyógyszergyár alapította díj. Kifejezetten a magyarországi orvosok számára létesült. Régiókra osztották az országot, és tulajdonképpen a betegek jelölhetik az orvosokat egy-egy gyógyítási történettel, utána pedig internetes szavazásra bocsátják a jelölt orvosokat, és így lehet tulajdonképpen elnyerni ezt a díjat. A délkelet-magyarországi kategóriában ez Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye orvosai közül nyertem el, 78 orvost jelöltek, ha jól emlékszem, és közülük nyertem el tulajdonképpen ezt a díjat közönségszavazással. Ezen kívül, tehát 7 orvos nyerte el ezt a közönségszavazati díjat, ezen kívül 2 díjat adtak még ki, az egyik az életműdíj, ez a 40 éven fölüli orvosok számára, és még egy külön díj a 40 év alatti orvosok számára került kiosztásra. A szavazás az elég érdekes volt olyan szempontból, hogy interneten lehetett szavazni, és a szavazat bebiztosítása érdekében e-mail címmel kellett rendelkezni. Több mint 3000-en szavaztak rám, ez országos szinten is elég jelentős volt, talán 5 vagy 6 ember volt, aki 3000-nél több szavazatot kapott az országban. Némi bonyodalom is színezte magát a szavazást, mert függetlenül attól, hogy elég biztosnak látszott a rendszer, pont a mi régiónkban meghekkelték a szavazást, és ezzel némi riadalmat, illetve nehézséget okoztak a szavazatok összeszámlálásakor, de az alapítványnak a számítástechnikusai azok úrrá lettek ezen, és meg tudták tisztítani a szavazatokat, és csak olyan e-mailekről érkezett szavazatokat számolták be, amik mögött valós emberek vannak. A doktor hangsúlyozta, számára a betegek visszajelzése a legnagyobb elismerés, ezért is büszke kifejezetten a díjra. Én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos számomra is ez a díj, mert egyrészt betegek jelöltek, tehát nem politikai jellegű, tehát nem egy
ilyen jellegű díj, hanem a beteg a saját történetét kellett, hogy leírja a jelöléskor, és ez alapján választottak ki minket. És talán a betegek, illetve azok az emberek, akik ismernek, azok tudták eldönteni, hogy érdemes vagyok erre a díjra, vagy nem. Nyilván ebben voltak orvosok is. Nekem az is nagy elismerés volt, amikor megnyertem ezt a díjat, akkor több orvos kollega is mondta, hogy rám szavazott. Ez nagyon-nagyon jól esett. Én azt gondolom, hogy ez még egy külön súlyozta ezt az elismerést. Kaptam egy nagyon szép díjat, egy gravírozott üveg díjat. Ezen kívül kaptam egy oklevelet, kaptam egy nagyon szép könyvet, ami azért különösen értékes, mert Szent Györgyi Albert özvegye saját kezű aláírásával gratulált a nyerteseknek, és kaptam még 300 000 forint pénzdíjat. A díjjal járó pénzjutalmat a doktor jótékony célokra fordítja. Én már a szavazás ideje alatt is ezt eldöntöttem, amikor láttam, hogy van esélyem megnyerni ezt a díjat, hogy jótékony célra fogom fordítani. Ezzel nem voltam egyedül egyébként. A nyertesek többsége, vagy talán mindegyik nyertes jótékony célra ajánlotta föl a nyereményét. Azért gondoltam, mert egyébként rá is kérdeztek aktuálisan pont, mert a díjátadáskor mindenki számára tettek föl néhány kérdést, és tőlem pont ezt kérdezték, hogy mi vezetett arra, hogy jótékony célra adjam a jutalmat. Én azt mondtam, hogy az orvosok kiművelt emberfők, nem csak a testet, hanem a lelket és közvetlen környezetüket is kell, hogy gyógyítsák, illetve jótékony hatással legyenek rá. Tehát ha én tudok segíteni ezzel akár a városomban, vagy még kiterjedtebb régióban, akkor ezt meg kell tennem. Tulajdonképpen három szeletét választottam ugye az életnek, az egyik az oktatás. Tekintettel arra, hogy mind a négy gyermekem a katolikus iskolába járt, illetve kettő még oda is jár, ezért az ő alapítványukat kívánom támogatni. Nagyon fontosnak tartom, és kicsit a város részéről talán elhanyagoltnak a kutyamenhelynek a felkarolását. Szerintem nagyon fontos munkát végeznek, mert azért, hogyha ez a 150-160 kutya a városban szanaszét szaladgálna, akkor nekünk nagyon-nagyon kellemetlen lenne. Én emlékszem arra az időre, amikor még nem létezett a kutyamenhely, és a kórházban egy 25-30 kutyából álló csoport tartott a rettegésben a látogatókat és a betegeket, és ugye nem tudtunk mit kezdeni vele. És azért is fontosnak tartom, mert nagyon sok ember szeretne kutyát, és lehetőség van akkor nagyon aranyos és nagyon kedves kiskutyákat onnan örökbefogadni, anélkül, hogy súlyos 10 000-eket fizetnénk. Az én egyik kutyám is még a menhely előtti időből, de egy kidobott kutya, és nagyon-nagyon hálás és nagyon jó kutya. A harmadik rész, amit gondoltam, illetve tulajdonképpen az ötlet nem az enyém, tehát nem akarom elsajátítani az ötletet. Az egyik ismerősöm, akinek nemrég született kisgyereke, Váradi Rihárd fordult hozzánk, konkrétan a Kalocsa Jövőre Egyesülethez, hogy a vérvételekor a kisgyerekeknek nagyon nehéz megtalálni a vénáját, ugye, hogy vegyenek vért. Ezt személyesen is tapasztaltam, ugye, mert 4 gyermekem van, és azért abban a pici kis húsos kezekben vénát találni nagy-nagy ügyességgel jár. Én személy szerint ekkor tántorodtam el a gyermekgyógyászati gyakorlattól, amikor ez volt a feladat. Tehát én a Leigh Gábor barátommal voltam együtt egyetemen gyakorlaton, gyerekgyógyászaton. Nekem nem volt szívem megszúrni egyetlen egy gyermeket sem emiatt. Ő viszont nagyon jól megtanulta, és ezért nyilván ő gyermekorvos is lett. Nekem ehhez nem volt erőm, lelki erőm. Ez az eszköz, ez a vénaszkenner, amit Váradi Rihárd gondolt, hogy gyűjtésre érdemes. Ez segítséget ad abban, hogy infravörös fénnyel megvilágítjuk a gyermeknek a kezét, és tulajdonképpen kirajzolódik a véna, hogy hova kell szúrni, és vannak olyan eszközök, amik a véna mélységét is meg tudják határozni, hogy hány milliméter mélyen húzódik ez a véna, tehát jelentősen megkönnyíthetik a szúrást, és mondjuk 3-4 szúrás helyett esetleg egy szúrásból is meg lehet az a vérvétel, és így sokkal kevesebb fájdalmat tudunk okozni a gyermekeknek. Sajnos egy ilyen készülék vétel árát a felajánlott összeg nem fedezi, így a doktor gyűjtést indított. Én 100 000 forintot tudok felajánlani erre a célra, ez egy kezdeti összeg. Maga az eszköz
amit én célul tűztem ki, az 1,5 millió forint. Én úgy gondolom, hogy érdemes arra a Kalocsai Kórház és a gyermekosztály, illetve a saját gyermekénk érdemesek arra, hogy a legjobbat próbáljuk nekik nyújtani, és az az eszköz, amelyik a véna mélységét is meg tudja határozni, az 1,5 millió forintba kerül. Vannak olcsóbb eszközök is, amik sürgősségi betegellátáskor adnak könnyebbséget a betegellátáshoz, de amelyik a mélységet tudja mutatni, ez a legdrágább sajnos. Én úgy gondolom, hogy van, nagyon jó esély van rá, hogy meg tudjuk ezt az összeget elő tudjuk teremteni. Már most vannak jelentkezők, akik támogatnak, vállalkozók, egyesületek, magánszemélyek, úgyhogy bízom benne, hogy szerintem egy olyan 2-3 hónapon belül meg lesz ez a pénz. Én tulajdonképpen egy gyűjtést indítottam, ennek még a pontos formája nem forrott ki teljesen, de azt gondolom, hogy körülbelül egy héten belül meg fogom tudni mondani azt, hogy aki átutalással szeretne, az milyen számlára utalja és milyen megjegyzéssel utalja majd ezt a pénzt. Aki pedig nyilván személyesen szeretné, azt meg tud engem keresni, illetve már mondom, nagyon sokan meg is kerestek a felajánlásukkal. A doktor elmondta, rengeteg terve van a jövőre nézve. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy ezt a díjat megnyertem, nem látom rossz útnak, ahol járok. Biztos, hogy van még javítani való, és ez a díj ad nekem egy szintet, illetve ad nekem egy tartást, amit meg kell tartanom minden körülmények között, és ami alá nem szabad adnom. Tehát nyilván fejlődnöm még kell, nagyon sok mindent nem tudok. Tehát én azt írtam a saját életrajzomban is, hogy nagyon sok mindent nem tudok az orvostudományból nyilván, mert csak egy nagyon pici szelete a tüdőgyógyászat annak, amit orvostudománynak nevezünk. És még ebből a tüdőgyógyászatból sem tudok mindent. Még azt gondolom, hogy egy professzor sem tud mindent, ott is lehet már szakosodni, és bizonyos szeletét tudja csak a saját szakterületének is, de azoknak a betegeknek, akik velem találkoznak, igyekszem a legtöbbet nyújtani a tudásomból, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy nem csak a tudásommal szeretném segíteni őket, hanem magát, és nem csak a szervezetüket, nem csak a testüket szeretném gyógyítani, hanem tulajdonképpen az egész embert. Ezt a mottomul is azt választottam, hogy szívvel, lélekkel gyógyítani a teljes embert. Mert manapság kicsit gépiessé vált, nyilván a szakember hiány miatt a gyógyítás, és sokszor sokkal többet ad egy jó szó a betegnek, mint mondjuk egy műszeres vizsgálat, és akár az állapotát is segítheti. Nekem mindig megmaradt bennem az az emlék, amikor egy COPD-s fulladós bácsi érkezett, aki visszajáró beteg volt a kórházba hozzánk, és megvizsgáltam, és egy 1/4 óra 20 percet töltöttem azzal, hogy kikérdeztem, elbeszélgettünk, és utána azt mondta, hogy doktor úr, én már attól jobban vagyok, hogy megkopogtatta a hátamat. És talán azt gondolom, hogy ez sok mindent elárul abból, hogy mi fontos a betegnek. Nyilván persze fontos a gyógyszer is, de a jó szó, a törődés az legalább olyan fontos. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!